Azért nyáron itt ám ordas meleg van, nagyon nem pont itt, mert a tenger azért jellemzően lehűti a levegőt olyankor is, már mint hogy elviselhető mértékűre hűti a hőséget, de egy kicsit bejebb a kontinens belsejében, vagyis Spanyolország belsejében, Sevilla környékén ilyen 40-42 fok a simán általános. Ilyenkor már ott is barátságos 30-31 fok van, itt a tengerparton meg olyan 24-26-28, nagy ritkán 30. Most olyan 26. Előre is elnézést kérek mindenkitől ezért a hajpántért. Egyáltalán nem lelkesedem az ilyesmiért, de van valami, amiért még kevésbé lelkesedem, az pedig az, hogyha folyton a hajamat belefújja a szemembe a szél. Gyere! Szóval ez a 3 hónap, ez durvának tűnhet, amit itt töltünk Spanyolországban, de azt legalább nem a tengerparton töltjük végig, hanem utazgatunk majd mindenfelé és megnézzünk városokat. De találkoztunk itt egy osztrák párral, akik egy teljes évnyi szabadságot vettek ki. Valami olyasmiről meséltek nekünk, hogy 4 évig dolgoznak keményen, nem mennek szerintem hétvégékre se haza, ez úgy hangzik már, mint valami kínai üzem, nem? Tehát ott szoktak úgy dolgozni a Foxconn gyáraiban, hogy hétvégéig sincs az embereknek. Na mindegy, szóval ők rettenetesen sokat dolgoznak. És aztán eljönnek egy teljes évre szabadságra. És az a fura, hogy amikor elmegyünk mondjuk 2 hétre, akkor az utolsó előtti napon már elkezdjük rosszul érezni magunkat, ugye amiatt, hogy lassan haza kell menni. Na most nekik decemberben ér véget ez az 1 évük, ami azt jelenti, hogy van még hátra ugye 2 hónapjuk, és most elkezdtek szomorkodni. Tehát, hogy már érzik, hogy lassan itt a vége, és mehetnek haza, ugye. És nem egyszerűen hazamennek, hanem olyan 4 évre mennek az, amikor nincsen szabadságuk, úgyhogy meg egyébként is jó dolog a tengerpart, mondjuk 2-3 napig, de alig, hanem hogyha itt kéne töltenem egy teljes évet, akkor hát valamikor legkésőbb januárban felkötném magam. Ő az. Ő. Ő van itt már 1 éve. Kezd is bedirizni, ez látszik. A lányom összeverkodott egy kutyával, ezek ketten egy nyomónak most, és szeretném mindenki figyelmét felhívni erre a várra, amit mi építettünk még délelőtt, és jól láthatóan mindent elmos itt a hullámzás, de ez ellenáll. Ez bírja. Ez tönkre tehetetlen. Az emberiség egyik újabb csúcs teljesítménye a kínai nagyfal után, tessék! Ez a régió Andalúzia egyébként kimondottan egy szegény tartomány volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, és a diktatúrában elsősorban arra használták, hogy innen hozzanak olcsó munkaerőt az ország többi részére, meg olcsó mezőgazdasági terményeket, aztán rájöttek, hogy turisztikailag rendkívül jól hasznosítható ez a térség, azért, mert itt a legnagyobb a napsütéses órák száma Európában, vagy ott van a rekorderek között, és ahol most állunk, az meg maga a Costa del Sol, ami a nap partját jelenti, és azért hívják így, mert az év 365 napjából 320 nap süt a nap. De most nem. Jaja, 7 nap valószerűtlen sunshine után ma elkezdett csöpörögni az eső, aztán egy kicsit szakadt is, most már megint csak csöpörög, de hál' Istennek holnapra eltűnik a francba ez a sok esőfelhő, és megint sütni fog a nap.